Jó estét és jó szurkolást kívánok a Zoom.hu olvasóinak és nézőinek. Ez itt a Jó Lövés Bedobás világbajnoki külön kiadása. Én Fekő Ádám vagyok, ez a szép parókás ember, pedig itt mellettem Csepregő Botond. Integes a nézőknek, sziasztok! Jó napot, jó estét, sziasztok! Botond, elmondanád helyettem, hogy mik lesznek a mai témáink? Rögtön a papíromban nézek, persze nem. Beszélünk először arról, hogy ugye szerintünk is szerez a VB eddig, mi volt a legjobb meccs, legrosszabb meccs, arról is akarunk egy kicsit okoskodni, hogy Messi már rég kiment a divatból, és Ronaldo fényévekkel beelőzte. Aztán beszélünk az izlandi barátainkról, hogy jó-e nekünk, hogy ők ilyen jók, vagy nem jó, meg hogy miért ilyen jók, meg hogy mit jelent ez. És aztán persze videóbírózunk egyet, ez az új újdonsággal kicsit barátkoztunk ugye az elmúlt napokban. És a végén még elcsük egy kicsit szót arról, hogy akkor van esélyese a VB-nek, vagy nincsen, hogy állnak az esélyesek, hogy nem állnak. És aztán a kiköszönés következik, hogyha jól látom a feliratot. Ja, és azért nézzetek egy kicsit, nézzenek ide mögé. Összeszedtük, ami a sufflingba, meg a spájzunkba, meg a ruhás szekrény alsó-felső polcán volt foszis cuccainkat. És egészen jellemző, hogy igazából egyáltalán nincsen köze a világbajnokság egyik csapatához, és szinte viszont csupa magyar futball. Magyar futball, illetve ilyen szánalmas európai futball perifériák relikviái látszódnak még. Vagy szerintem most harmadosztály Leeds United leghátulra. Tehát, hogy igen, nem a mainstream-re szoktuk rácsatlakozni futballszorkolásilag, ez bár látszik mindkettőnkben. Bár nem látszik mindenhol, de csupa limitált példányszámú DVT-kás állat tudok magam mögött felmutatni. Jó, én tudok mutatni 30 éves videóton sállat, de mindegy is. Jól van, Botond, tudjuk, hogy öreg vagy. Na, hát akkor kezdjük is a kis beszélgetésünket. Ugye már most zajlott le a... Kik is játszottak? Hát a belgák játszottak az abszolút újonc Panamával, és hát itt, ahogy tippelgettünk, ugye a szerkesztőségileg mindenki a 2-3-4-0-át, 1-0-át senki nem tippelt, mégis 3-0 lett ez a ma esti első meccs. Hát a belgák így elkezdték beigazolni, hogy miért mondogatják, hogyha világklasszisokkal van tele, akkor győzni fognak. De nem ez volt a legjobb meccs, az biztos. Az biztos, hogy nem, illetve azért a belgák szerintem azért annyira borzasztóan nem igazolták, mert én megmondom őszintén, hogy 20 percecskét aludgáltam ezen a meccsen. Nem, hogy lehet, hogy az alatt a 20 perc alatt jól játszottak. Nem, elkezdték beigazolni, tehát hogy eddig azért Biancóra kapták meg sokszor, hogy ők a legjobbak, vagy nem tudom. Kicsit hasonlított ez a meccs azért egy nagyon picit a miénkre, amit velünk játszottuk. Velük játszottunk az EB-n. Na, de melyik volt eddig a legjobb meccs szerinted? Vagy kezdjük a legrosszabbal? Ne, kezdjük a legjobbal, azon úgyis gyorsan túl fogunk ledőni, mert fikázni sokkal jobban tudunk dolgokat rajongani. Én legalábbis ennek vagyok a híve, nagyon szeretek elégedetlenkedni. Szerintem a két legjobb meccs a Spanyolország-Portugália, illetve az Argentina-Izland volt, ezt két okból is meg tudom magyarázni. Az egyik az az, hogy a Spanyol-Portugálon egyrészt nagyon jó volt látni, hogy Cristiano Ronaldo tényleg úgy Isten igazából a mennybe ment most még egyszer, és ez nekem az az elméletem, hogy ez még fogja is tartani ezen a világbajnokságon, és illetve borzasztóan izgalmas is volt, hiszen össze-vissza csapkodták be a gólokat, szép gólok is voltak általában, volt emberi hiba is, volt ott minden, ami csak szemszájnak ingre. De nekem kifejezetten tetszett az Argentina-Izland, mert bár mindenki azt mondja, hogy egyébként, de erre majd később visszatérünk ki bővebben, hogy Izland milyen nézhetetlen focit játszik. Szerintem hát engem, mint foci szerető embert, az a szervezettség egészen lenyűgöz, amivel ők megölik a többiek játékát. De most rá akarok csatlakozni, aztán majd mondom én is tovább, hogy mi volt. Tehát, hogy az, hogy oda kerül egy argentin lábra a labda, és négyen elkezdik csapdázni, vagy négyen elkezdik
közelíteni, és az égvilágon, tehát hogy nincs az a Lionel Messi, aki ezt át tudja rendesen vagy hatékonyan játszani. Meg egy jól motivált Lionel Messi is lett volna, ez szerintem na, elég most. Ezt pedig... is még egy kicsit tartogassuk ezt a besingelést, mert szidalmahást, mert erről is lehet még sokat beszélni. Szerintem nagyon nehéz lenne vitatkozni, hogy a spanyol-portugál volt a legjobb meccs, mert tényleg benne volt minden. Tehát volt gyönyörű szabadrugásból, volt korai, volt korai 11-es. Nekem kettő problémám volt ezzel a meccsel. Egyébként, hogy őszintén szóval azért mind a két csapatot kurvára utálom. És... jó, hát hogy pont nekik nem kellett volna. Tehát mondjuk, hogy a 3-3 volt például szlovén-szerb 3-3 valamelyik erdén. Na azért, az jobban villanyozza az ember. De ismerjük el, hogy hozták azt, amit el lehet törük. Más kérdés, hogy most nehogy az legyen, hogy a portugálok végig döntetlenezik a VB címig. Mondjuk, hogyha ilyen 3-3 döntetleneket játszanak, akkor én befogom a pofámat. Azért... jó, de hát azért nem gondoljuk, hogy a babis hús szerintem. Vagy hogy kolbászból van a kerítés. Nem, az jobb a babis hús. Az argentin-izland nekem meg azért nagyon tetszett, mert én még kifejezetten ugye az is volt ott a inzert, vagy hogy van, hogy hívják. Szóval ilyen felirat a nevünk alatt, tudod, itt a közvetítésben. Jaj, tényleg. És ott az van, hogy lúzer csapat szurkol, ami ellen szeretnék tiltakozni, mert Izland egyáltalán nem lúzer csapat, egy kis csapatoknak szeretek szurkolni. Ugye azért van rajtam Costa Rica mez. Nem szurkol a Costa Ricának egy kicsit se, hát nem is láttam most a meccsüknek a jelentős részét, de na mindegy. Értem, hogy magyarként meg lehet élni, hogyha nem nyertek semmit. De, na, és az argentin-izlandon, tehát nagyon, nagyon jó volt nézni azt a... Én nem vagyok ennek a híve egyébként a futballon, de mégis megragadott az atletikussága az izlandiaknak, az a testfelépítés, tehát hogy hogy átlagban plusz 15 centi. Az argentinokhoz képest. Mondjuk ez a világ teljesen átlagos emberei is plusz 15 centit tudnak, hiszen ezek az argentinok eleve ilyen lótolva egy társaság. Lótolva, igen. Az egész ország? Hát nem, akkor nem, de hogyha nem akarom én bántani az argentinokat, de hát az focinak Európában a helye. Úgyhogy viszont a legrosszabb meccsen szerintem lehet többet vitatkozni. Hát itt ugye több vitatében is van, hogy nyilván itt van ez, szerintem ami borzasztóan rossz volt, az a Horvátország-Nigéria, és az igazából engem, vagy nem is azt mondom, hogy annyira borzasztóan rossz volt, engem igazából csak felháborított, hogy a horvátok most már tényleg olyan kerettel rendelkeznek, ami egy normális világban azon gondolkoznának, hogy bejutnak-e a döntőbe egy ilyen kerettel, és most valahogy nem merül fel, mert hogy ahhoz képest, hogy horvátok tényleg leginkább rúgdosódni szeretnek, és így focizni nem annyira. És most is látszott, hogy egészen az első gól, úgy játszogattak, benyomták Nigériát, az egyébként a állítólag fasza szerintem egyébként borzasztó ronda mezőkön kívül az égvilágon semmit nem mutató Nigéria ellen. Játszogattak, benyomták őket erőből, és aztán vissza is álltak, és aztán még valahogy becsorgott egy gól, de az is azt hiszem egy szögletből volt a második, amit igazából nem akarták már azt sem berúgni, csak így. És hát ilyen játékkal megint nem fognak elérni semmit, pedig hogyha, tehát nekem tényleg az a meggyőződésem, hogy borzasztóan jót tenne a foci vérkeringésének az, hogyha legalább egyszer végre egy görög után még egy ilyen balkáni, ilyen kereti csapat be tudna húzni valami nagy dolgot. Szerintem erre térjük vissza az első eseknél, mert ez érdekes. Én meg az orosz-szaudira szavaztam, hogy a legrosszabb meccs volt, ami nyilván ökörségnek tűnik. Tehát, hogy hát mert az is volt. Félrebeszélésnek tűnik, hogyha van 5 gól egy meccsen, akkor miért mondjuk, hogy rossz? Mert hogy szerintem mitől rossz vagy jó egy VB meccs? Mert szerintem nem attól, hogy sok gól van. Nem, dehogy is. Tehát én láttam már fantasztikus 0-0-ákat életemben.
és láttam már borzasztóan kínos 5-0-ekat életemben. És szerintem ez egy borzasztóan kínos 5-0 volt, mert két rémgyenge csapat volt, mert hogy persze az oroszok most, meg, most már tényleg szétkapdos őket az összes top csapat, mert annyira ők voltak. Nem. Majd ki fog jönni a következő két csapatmeccsen Egyiptom, Uruguay ellen, hogy nem, ez nagyon messze van attól, hát ami ide kéne. Engem abban a meccsben az borított ki, hogy én már évek óta mindig magyarázom, hogy na most lesz Zagoyev az év felfedezetje, és most már rájöttem, hogy egyrészt 28 éves ez a játékos, és most már nem lesz ő a felfedezet, és hogy elment mellettem is az idővel együtt, bassza meg. Na és szerintem mitől jó egy VB meccs, mondjuk ezen a VB-n, mitől jó egy... Hát szerintem egy meccs alapvetően két dologtól lehet jó. Van ugye az, amikor jól fociznak, illetve van az, amikor van feszkó a két csapat között valamilyen formában. Egyébként a portugál-spanyol többek között ezért is volt jó, mert ott van történelmi ellentét is, van egy kis ilyen komplexus a portugáloktól. Hát meg ott van Ronaldo. Ott van ugye, igen, tehát hogy illetve ezek focizni is tudnak, és ez egy jó meccs. És szerintem alapvetően ez kell egy jó meccshez. De jó, azt mondjuk, hogy jó meccs volt az Izland, hát, argentin is, pedig vagy pedig pedig a hősies teljesítményektől, amikor tényleg azt látod, hogy egy csapat, hát én ugye mert azt hiszem, hogy beszéltek mind a kettőnk nevében, hogy mi, akik azért mégiscsak a magyar foci csecsét szopkodjuk már évek óta, azért mi alapvetően azt szeretnénk, hogy egy csapat küzdjön, mi nem várjuk azt, hogy szépen játszol, hanem azt, hogy a belüket is hajtsák ki, és ebbe egyébként Izland egészen példamutató volt. Nem láttuk a igazából a Mexikó németet egyikünk se, azt valljuk be, hogy én egy percet sem láttam belőle, meg az összefoglalót tudtam nézni belőle, de hát amit ott láttam a Mexikótól, az pont annak felett meg, amit mondtál, tehát hogy egészen, legalábbis az összefoglaló tök jól össze volt rakva, hogy ítózatosan mentek a mexikóiak. Az ilyeneket lehet szeretni. Tényleg, és szar ez a VB eddig, vagy nem szar, mert hogy ugye mindig ez szokott lenni a NATO-nál, mert ez sokkal rosszabb, mint a 94-es VB volt. Ez egy ilyen generációs, mindenkinek az a legjobb világbajnokság, vagy Európa bajnokság, úgy általában foci torna, amikor igazán fiatal volt. Én nekem meggyőződésem, hogy minden idők legjobb világversenye, vagy kontinens viadala, azt nagyon szerettem volna már kimondani végre. Az szerintem a 2000-es Európa-bajnokság volt a belga-holland közösen, és óriási meccsek voltak. Most biztos vagyok benne, hogyha ugyanolyan meccsek lennek, azért már ott is tudnék mi fanyalogni, hiszen miért ne tudnék, mindig tudok mi fanyalogni. Mert szerintem ez a VB eddig, én kifejezetten mindennek úgy indulok neki, én ez a típusú optimista vagyok, hogy úgyis szar lesz. És ez általában az is. És hogy ilyen kudarckerülés, meg csalódáskerülésből, de engem kifejezetten kellemes csalódás eddig szerintem. Ja, szerintem rendben hát, van, és lesz sokkal jobb is. Mondhattunk nagyon, ugye azzal kezdtük, hogy milyen szar párosítások vannak, meg miért van itt 32 csapat, meg miért kell mindenhonnan minden tényleg megyei csapatot beengedni a világbajnokságra. De ehhez képest tényleg kevés volt az, ami az über nézhetetlen kategória. Meg hát nekem, tehát hogy többek közt egyébként ez a VB valahol eddig, és szerintem még ezért a kieséses szakaszokig erről is fog szólni egy kicsit, az ugyebár a Ronaldo-Messi párharcnak az ilyen végső lezárása lehet igazából, és egyelőre az a nagy helyzet, hogy a Lionel Messi nagyon úgy tűnik, hogy akármilyen fantasztikus játékos, olyan igazán A-kategóriás nemzeti legendává nem fog tudni válni, és azért, mert egyszerűen nem tudom, hogy nézi a Lionel Messi ezt az adást, az a gyanúm, hogy igen. Szerintem jól látható, a magasról lesz arra, hogy de egyébként szerintem tökre nincs igazad, mert amúgy szeretem az ilyen véleményeidet. Eleve még vissza is vonult a vállalatottól. Ha nincs a Messi, nincsenek itt teszek a lótorvajok. Persze, azt mondom, hogy így erőből megoldja ezt is, de hogy így, nézd meg azt, hogy a Messi hogy ment ki az argentin meccsbe Izlandon, és nézd meg, hogy a Cristiano Ronaldo hogy ment ki a portugál meccsre Spanyolország ellen. A Ronaldo látszik, hogy vérti volt, és neki tök mindegy, hogy ki az ellenfél, tökéletesen mindegy, hogy ki ott az ellenfél, hanem egyszerűen látszik, hogy ő
erre a pályára most meghalni érkezett. Na, és szerintem egyrészt tegyünk rendbe statisztikailag dolgokat, mert mondom, Mester 3-as rúgott a Messi azon a meccsen, amivel végül kijutottak a VB-re, mert amúgy buktak volna. Tudod, hogy a Messi összesen hány volt rúgott az eddigi világbajnokság, akkor egy kicsivel kevesebbet, mint amennyit a Ronaldo, bocsánat, kettővel többet, mint amennyit a Ronaldo, csak az első meccsen rúgott. Összesen 5 gólt rúgott a világbajnokságokon. Ez nagyon-nagyon kevés tőle. Ugye a Messi a másik oldalon pedig 11 kapuraleléssel próbálkozott tegnap. Nem rúgott gólt, kihagyott egy 11-est. 11 kapra lövése volt, 11 lövése volt. De igen, ez az ilyen kapkodás, mert hogy ráépül az egyébként sokkal erősebb argentin keret. Na, ezzel meg sokan vitatkoznak, mert egyáltalán nem erős a keret, és egyáltalán nem bizonyítanak azok az emberek, vagy ugye hát van a másik. A klubjaikban bizonyítanak. Nem, de nem. Itt a csapatban nem. És hogy láthatatlanok voltak, és hogy Messire még jobban kéne építkezni. A másik oldalon meg olvastam egy nagyon jó elemezgetést ma, hogy a Messi nagyon sokat gyalogol most már egy meccsen, irtózatosan keveset sprintel, de ugyanezt csinálja a Barcelonában is. Hát a Barcelonában pont annyival jobb társai vannak egyébként. Tehát hogy a Barcelona pont annyival jobb társai vannak, hogy egyébként úgy meg tudják többek közt neki is oldani ezeket a dolgokat. De az a lényeg, hogy azért, és akkor így érdekes, hogy azért jól láthatóan a Messinek így az ilyen nyilatkozatokból, meg cikkeből is láttam, egyébként próbálgatnak így köré hasonló kultuszt építeni, mint például a Maradona köré, de hogy azért mégiscsak így, hát érdemes megfigyelni ezt. Egy nagyon fontos dolog, hogy egyik játékos sem lesz Maradona, egyik játékos sem lesz Pelé, meg Puskás, mert szerintem ez mind a kettőből hiányzik az igazán nagyon megszerethető személyiség. Miért? Mert a Ronaldo alapján véve szerintem egy marketinggépezet. Hogy is van hibá. Egy nagyon-nagyon jó játékos, de alapján véve egy marketinggépezet. A Messi pedig láthatóan egy minimum enyhe aspergeres személyiség, amelyik nagyon jól tud teljesíteni ezen a területen, de azt a vonzó személyiségnek a kultuszának a megteremtésében nem az ilyen típusú személyiségek azok, akik... Hát ez már a Kabát Péter is jól megmondta, hogy ezeket, hogy az ő figurájukat nem utálni lehetett. És a Messi pedig egy csodálatos teljesítménynyújtó játékos, de nincs ott. Szerintem nincs ott az, ami hát kell, nincs ott, ami mondjuk egy Ronaldinho-ban megvan, nincs ott, ami mondjuk meg volt Maradónában, amit mondtunk, vagy mondjuk sokkal későbbre visszamenve a májai teli volt George Best-ben. Hát én azt mondom, hogy nincs meg benne az az ilyen fasz a gyerekség, hogy beül szivarozni a nem dohányzó stadionba, pont. Én szeretem az ilyen ősbúgókat, és nagyon sörnézőknek vége. Amit de Maradóná, váltanom kell témát, mert sajnos nincsen korlátlan idő, bármennyire is élvezzük ezt az egészet. Izland. Szerinted, ugye ez egy ilyen tök kettős dolog, hogy alapvetően Izland egy tök szimpatikus ország, szerintem a világ egyetlen országa, amit egyébként mindenki szeret valahol, mert olyan kis cuki, kevesen lakják, furák, fura nevek vannak, szép is nagyon, mindenki, aki valaha is járt Izlandon, rövidek a nappalok. Hát jó, de hogy alapvetően mindenki szereti így Izlandot, de meg olyan cukinak tartjuk. És a bűnöket már nem emlékszel, ugye? De hogy nem emlékeznék? De túl fiatal vagy hozzá. Jaj, hagyjuk már. Nem. Most nem akarom ezt az én ageista dolgot, ilyen faszfej, de... Meg ugye, és egyébként ezt így alá is írtak, mert én ugye kint voltam Marseille-ben, amikor az izlandiak ellen játszottunk, és ugye még ott is parádéztam pár napot, és ott a tengerparton, csináltam, amit a tengerparton szokás csinálni, és itt tök sok izlandi figurával összebarátkoztam, és tényleg elképesztően cukik, nagyon jó fejek, és ráadásul szerintem például az EB-n, csak hogy megint csak egy szebb dologról beszéljük, mint az a hülye VB, az, ami kint voltunk, ott az egyébként az izlandon játszottuk a legjobb hangulatú meccset, szerintem az egész EB úgy összesen, mármint illelátó szempontjából kurva jól szólt minden, nagyon király volt az egész, tisztelte is egymást a két tábor, és mind a két tábor, de ráadásul ilyen kicsit ilyen nyominak volt tartva előzőleg, és mindenki ilyen furán néztek.
És szerintem ez egy tök jó dolog, és érdemes megnézni a keretet is Izlandon, hogy, hogy a játékosok is egy icipicit furák, hogy ott van például a Gunnarsson, ugye, akinek például így az egész internetet körbejárta, már csak a tetoválása is, és én nagyon-nagyon régen láttam bármilyen játékost, ami így, aki jól látszottan az egész hátánat viseli, hogy neki ez tényleg egy ilyen fontos dolog. És hogy tudod mi az? Az az izlandi címer. Ja, igen, igen. Az az izlandi címer konkrétan négy ilyen védőistennel, vagy nem tudom, védő valamivel. A címerben, hát mondjuk elég furán néznénk arra, aki mondjuk a koronás címert hát, színesben magára tetoválná. Én meggyőződésem, hogy nagyon sokan van, csak ugye mi ezeket az embereket Magyarországon szeretjük így élből lenácizni, pedig hát nyilván nem feltétlenül azok, de... Igen, tehát teljesen más ugyan néznénk egy... Ami de most nem gondolom, igen. Hogy jó ez az előítélet, de... Ja, szerintem se jó egyébként, de egyébként rá, igen, milyen fura, hogy a Gunnarssonnak a címert, tehát valószínűleg az ilyen őrült király dolog, de Magyarországon valahogy ezt ilyen izének, ilyen fasisztoid dolognak tartjuk. De visszatérve Izlandra. Én nekem nem a szimpatikus, mert szimpatikusak az izlandiak, mert tényleg nem, ugye nem az első csapat sportágon, de ilyen jók. Mert ugye játszottak ők olimpiai döntőt mondjuk férfi kézilabdával, ami szintén nagyon durva dolog volt. A kézilabda! Jó, persze, de hogy mégiscsak az, szerintem is. De nem, szerintem 330 ezeren laknak ugye körülbelül, vagy a vendégmunkásokkal, bevándorlók együtt többen Izlandon, de körülbelül annyi laknak, mint mondjuk Dél-Pest néhány kerületét, hogyha összevesszük, tehát ilyen Csepel, Pest-Szentlőrincsel például. Hát 350 ezeren laknak ott, és ugye abból állítólag olyan 30 ezeren most kint is vannak Oroszországban, ami azért egy elég szép szám, és nyilván mivel ezt én szerintem ne fejtegessük tovább, az összes TV közvetítés az arra veri magát, hogy igen, elhalasztották az esküvőket a meccs miatt. Igen, az ország 10%-a. A foci szempontjából nézzük. Mit bizonyít ez? Az bizonyítja, hogy ez kurvára nem atomfizika ez a sportág. Tehát az bizonyítja, igen. Hogy 21 ezer igazolt játékosuk van, van 330. Tényleg Dél-Pestről össze kéne hoznunk ezt. Én ott lakom Kispesten. Ez azt jelenti, hogy ez tökre nem atomfizika, hogy a világ legjobb 32 csapat, és nyilvánvalóan tovább fognak menni a csoportban, mert milyen kemény is a csoport szerintem, és ott lesznek a világ legjobbjai között. És ugye van egy nagyon kínos vetület ennek, hogy 2010-ben, ha jól néztem vissza, 115-ek voltak a világranglistán. 2010-ben, tudjátok mire gondolok, akkor, amikor náluk is egyébként állami investícióval kezdődik a futball, amikor nálunk egészen kemény állami gondozásba kerül a futball, és hol tart a két futball? Hát most itt, igen, nagyon szeretnénk. Néhány jó pillanatunk 2016-ban, de... Hát, na most mondjuk ki a dolgokat, köztévében erről nem beszélhetnek, mert ugye ott azért nem mondhatnak rosszat a Fidesz kormány produkciójáról. Szerencsére nekünk nincs megkötve még ennyire a kezünk, úgyhogy kimerem jelenteni, hogy minket az elmúlt 8 évben már megint folyamatosan átbasztak egyébként az MLS környékéről, az állami pénzek folyamatos öntögetésről, és nagyon úgy tűnik, hogy ott már megint valaki mindent ellopott, mert hogy Izlandból valóan tudtak focit csinálni. Ellopták, hanem egészen egyszerűen az az inkompetencia, az konzerválásra került. Tehát, hogy ez az élő bizonyítéka annak, hogy itt beszélgetünk arról, hogy milyen jók az izlandiak, vagy mennyire nem jók, majd még erre is térjünk ki, hogy tényleg nincs ezek szerint nem biztos, hogy elhangzott egyetlen igaz szó az elmúlt 8 évben a futballnak a fejlesztéséről, vagy teljesen sötét barlangba szaladgálunk a milliárdjainkban. És még annyit se tudunk egyébként, tényleg az egyébként arról, hogy most látjuk, hogy ez a tényleg elképesztően kis ország, ami ráadásul tök alkalmatlan arra, hogy focit játszanak ott, hogy ilyen jó tud lenni, hogy mi annyit se tudtunk elérni, hogy legalább mi legyünk azok a csapatok, akikre azt mondják, hogy ezek ilyen focigyilkosok, mint ahogy egyébként az izlandiakra is mondják. És szerintem miért van az? Mert hogy igen, ez egyik szempontunk, hogy jó el, hogy Izland így meggyilkolja a futballt, 27%-os labdabirtoklással lehoznak a világklasszis argentinok el egy-egyet, és aki nem akar nekik szurkolni, mert tényleg tesz rá nagy ívben, hogy most jaj, de jó, hogy egy kis ország ilyen messzire jut,
annak ez nézhetetlen. Szerintem ez alapvetően, nem, ez szerintem hülyeség. Szerintem ez alapvetően az amit az Izland csinál, azoknak nézhetetlen, akik, amit már, és akkor most vissza is térhetünk egy icipicit erre, hogy jó, mi a jó foci. Akik szerint tényleg az az érdekes a fociban, amikor zörög a hálóban a labda, és gól, az tényleg nem lát semmit Izlandban, de az, aki azt is figyeli valamennyire, hogy úristen, ezek mennyire hajtanak, és 130%-on teljesítenek minden egyes válogatott meccsen, szerintem, amit én az utóbbi időben láttam tőlük, vagy összefoglalót láttam tőlük, az szerintem egy borzasztóan szép dolog, és de itt ugye két iskola van, létezik az iskola, aki szerint az úgynevezett tiki-taka meg az ilyen fasságok a jobb. Én viszont azt szerettem, amikor például nem is tudom, a Mourinho az Interrel össze-vissza törte ezeket a tiki-takás embereket. Ilyen szempontból én az izlandok ilyen pártján tudok állni, mert azok ilyen rendes férfiak, akik itt nem feltétlenül technikások, viszont itt ketté tudják törni a Messinek is a lábát, hogyha arról van szó. De mondjuk attól nem kell tartani, hogy egyrészt eltörik a Messi lábát ketté, másrészt az, hogy ebből ilyen világtrend lesz szerintem. Tehát, hogy tényleg meddig juthatnak? Én nem tudom, szerintem az első kiesés is megérik egyébként, aztán szóval. Viszont azt hiszem, menjünk tovább szerintem, mert nagyon szeretjük az izlandiakat, de ennyi elég belőlük szerintem. A kedvenc témánk jöhet a videóbíró. Ez kár, hogy nincs itt egy közös barátom, mert ő tud a leghangosabban hőbörögni a foci változatlan szabályai mellett. De így is egyébként egy érdekes, hogy bevezették, és nekem nagyon felemes érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. De először, Botond, mondd el a tiédet. Nekem nincsenek felmás érzéseim, én sokkal rosszabbra számítottam. Egyelőre úgy tűnik, viszont, hogy a videóbíró alapjában véve változtatja meg a világbajnokságot, és alapjában véve változtatja meg a talán még nem a világfutball, de ilyen tornának a lefolyását most egyértelműen. Mire gondolok? Igen, de érdekes, bocsánat, hogy szerintem nem az érdekes, hogy nem azokat a dolgokat változtatja meg, amikre én eredetileg számítottam volna. Nem mire számítottál? Hát én arra számítottam, hogy ez egy ilyen viszonylag következetesen használt dolog lesz, amiből egyértelmű ítéletek fognak születni, de ugyanúgy lehet egy. De a kritikára még térjük vissza, ne azzal kezdjük, hanem arra, hogy szerintem, de megnéztem direkt, ugye hány meccs ment, lett 12-3 valahogy itt tartunk, még körülbelül 6-11-es volt eddig. Az előző VB-n, ha jól számoltam, volt 13. Nem ment le, azt hiszem most, hogy 12. vagy 13. meccs, nem ment le még a meccseknek az egyötöde, és fele annyi 11-es volt már, mert folyamatosan lövik be a videóbíróval a fújják be a videóbíróval a 11-eseket. A másik meg a leseknek a megítélése az, amiben dőlt Benetesen sokat változott szerintem. És szerintem az például pont egyébként javult is egyértelműen. Engem az egyértelmű lesek nem észrevétele tudott a legjobban felidegesíteni egyébként minden egyes meccsen. De most mire gondolok? Nem arra gondolok, hogy felismerik a lesket, vagy hogy mi történik vele, hanem az, hogy folyamatosan engedik el első gyanús helyzeteket, mert kiadták a bíróknak ugye a Colina, Pierluigi Colina, a jellegzetes ilyen Adams Family-szerű szereplője a világfutballnak. Tehát a Colina kiadta, hogy... Ez a tekintet felejthetetlen. Az felejthetetlen, hogy most is úgy tűnik, hogy nagyon tarkot, hogy minél később kell beinteni a lest, minél tovább várni, és a véleményeseket nem is kell feltétlenül beinteni, majd eldönti a videóbíró, és tényleg óriási csúszások vannak a leseknek a beintésével, sokkal nagyobbak, mint korábban. Mert a 11-es az mondjuk véleményes, hogy jót tesz-e, de ez egyértelműen jót tesz a meccseknek. Ez a része jót tesz, ugyanakkor viszont megint az a baj, hogy ugyanakkor megint vannak hülye bírók egyébként. Tehát, hogy az, ami például a Costa Rica Szerbián volt, amikor a Prijovićot
tök megnézték, videó nézték meg, hogy jól láthatóan szándékos, úgy arcon baszta a mögötte lévő kosztarikai játékos, hogy, tehát, hogy azért minden egyes normális helyen pirosat adnak, megnézte, és adott egy sárgát, hogy egyébként nyilván a meccsnek a vége felé volt, tehát így nem mondanám, hogy magát a meccset ez egyébként befolyásolta, csak hogy itt ugye, tehát hogy én egyébként arra számítottam a videóbírótól, ami egy kicsit egyébként azt hittem, hogy egyébként nekem hiányozna is, hogy jóval kevesebb ilyen jó ilyen kocsmába vitázós helyzet lesz ezek után, hiszen tényleg egyértelműen el lehet dönteni, de nem, mert szerencsére a bírók ugyanolyan hülyék, mint eddig voltak, és teljesen lényegtelen, hogy videón gondolnak hülyeséget, vagy nem, és ezért ilyen szempontból nem változott. Voltak ugye két klasszikus ilyen gagyiság, ugye a bekiabálás, a három hülye, ugye meg a videón, a bírónak nincs videója volt, ugye egy ilyen a gól összefoglalókban, magyar gól összefoglalókban volt egy ilyen műsorrész. Ezt most a három hülye a videóval formációra váltott. Igen, a bírónak most már van videója, de így is három vagy hat hülye, vagy mit tudom, hogy mennyi van. Ugye alapjában az a baj, hogy magával az EFL-nek az volt a problémám, hogy az egyetem följön. Egyrészt, ami ki is jön abba, amit te mondasz, hogy itt emberek lesznek, tehát nem gépek fogják kimérni továbbra sem milliméter pontossággal a dolgokat, hanem emberek döntenek csak nagyobb időtávolságon, mint a bírónak van lehetősége. De ugyanúgy az emberi tényező ugyanott benne marad, tehát a bénázás, az emberi hibázásnak a lehetőség ugyanott benne marad. A másik oldal, meg attól féltem, hogy az egész futballt szét fogja törni, agyonveri az egészet, azzal, hogy nagyon megszakít játékot, vagy amit mondjuk nem volt egyelőre, de a Bundesliga-ban voltak olyanetek, hogy tényleg 3,5 perccel később, már tényleg volt 3 oda-vissza támadás körben, és akkor mondták, na jó, akkor 11-es volt. Ja, igen. És ez annyira béna dolog volt, de egyelőre itt most ez sokkal gördülékenyebben zajlik nekem. A másik meg az, hogy az egész egy ilyen túlfeszítettségét jelzi az egész játéknak, hogy túl nagy a tét, és emiatt nem szabad, hogy legyen benne hiba, mert hogy annyi milliárd csilliárd pénzről van szó, és akkor nem lehet, hogy hibák gondoljon el, de ez egy emberi játék. Hát ez ettől ilyen szép. Na de... Várjál, még nekem nagyon fontos szempontom a videóbíróval kapcsolatban az, hogy szerintem elostulhatnak ettől a bírók, elkényelmesedhetnek, ami látszott is bizonyos bírókon. Ott áll 10 méterre a helyzettől, és a videóbíró dönt helyette, a svéd meccsen volt ez. Mondom, ez egy hosszú és nagyon messzire vezető téma, botond, úgyhogy sajnos mindenképpen szakítalom kell ezzel a beszélgetéssel. Ez pedig már egy kis jó kis esélyratolgatás, szerintem mi fog történni? Hát egyelőre nem... Csapó Dániel megkérdezte, úristen, van egy nézők, szia Dani! Szia Dániel, átküldjük a, nem tudom, az arany különben. Én személy szerint a DVTK-nak és a magyar válogatottnak szurkolok, hogyha pisztolyt tartanának a fejemhez, hogy ezen a VB-n kinyerjen, akkor azt mondanám, hogy a németek, de azért, mert a céges fogadáson rájuk fogadtam, és tökre szeretnék nyerni egy csomó pénzt. Én ugye a civilben ugye a magyar válogatottnak szurkolok, a videót annak meg kicsit a Palmazújvárosnak. Nem, vicc. Én sem nagyon szurkolok itt mondjuk végső győztesnek. A brazilokra tippeltem, hogy végső győztesek lesznek, úgyhogy igen, a saját tippem miatt, de ugye én vagyok tényleg a kis csapat szurkolt, bármilyen kis csapatnak, kis csapatért tudok lelkesedni, vagy egy fantasztikus középcsapatért, ugye a Mexikó. Már 4 éve is a nagy kedvenceink voltak, és most is azok lesznek. Én még annyit tudok mondani, hogy mondom, én nekem tényleg ilyen territoriális elveim vannak, hogy szerintem alapvetően európai csapatnak kell ezeket a dolgokat nyernie, és egyáltalán, és a legkevésbé sem ázsiainak, közepesen kevéssé afrikainak, és még talán a Dél-Amerikát, hogyha nyilván Észak-Amerikát eleve nem fogadom el, hogy létezik fociban, hiszen azokat szerencsétlenek a béna tojáslabdájukkal,
De alapvetően Európa nyerjen, és egyébként egy kicsit mindig a kelet-európaiaknak szurkolok, mert hogy szeretem egyébként a Balkát, mert így tök jókat tudok ott nyaralni, meg jók az étel. Az angoloknak is szurkolok egy kicsit, mert a múltkor is fejtegettem, hogy nagyon közel állnak hozzánk ilyen futballúzásségben. Ugyanakkor viszont egy kicsit mindenkit is. Nekem ez igazából egy kicsit így meg is lágyul az agyom, és alig várom, hogy visszatérjen már az NBA egy olyan jó lenne. Hogy állnak az esélyek? Vagy... Mit látsz ebben? Szerinted ki nyerhet? Szerintem most tök érdekesen alakul, mert az szokott lenni, hogy nagyon beégő esélyesek, illetve nagyon berobbanó esélyesek télesztik meg az előzetes, vagy az ilyen korai tippelgetést. És én most úgy érzem, hogy ez most nem történik meg, mert persze lehet fanyalogni a Messi-re, meg az argentinokra, de azért ez nem egy komoly beégés, hogy az izlám... Hát azért a Németország azért elég komoly, meg azért... A Német az egyetlen komoly, de mondom, ott is egy ilyen nagyon erős középcsapat ellen történik ez meg, tehát Mexikóban azért van potenciál, mint a 4 éves volt, most is van. Nem, szerintem egyelőre az a érdekesség, hogy nem lehet azt mondani, hogy nagyon bebukott valaki, németek sem buktak be, bármikor a középpályakra tényleg rossz volt. De most esélyeket latolgatunk, botan, ugye tudom. Úgyhogy én továbbra is a brazilokat mondanám esélyesnek. Hát ezt hagyjuk is. Én nem tudom, én továbbra is a németeket mondom egyébként esélyesnek, egyszerűen biztos kizárta. Hagyjuk, hát most a braziloknak legalább. Kizártnak tartom, hogy nem fognak. Kizártnak tartom, hogy nem fognak egyébként nagyon simán tovább jutni így is, és szerintem ez egy ilyen klasszikus besült indulás, ami majd szép lesz. Illetve szerintem jövőre a Diós Győr 7. lesz, és végre megnyerjük a Magyar Kupát. Köszönjünk el, én lassan szaladnom kell, mert nézni akarom az egyik ilyen nagy kivetítőn. Nekem pedig nagyon kell pisilnem, köszönöm szépen. Az angol meccset, úgyhogy visszatérünk. Köszönjük, hogy itt voltak. És továbbra is el fogjuk mondani, hogy miért szar ez a VB. Így van, hamarosan találkozunk, és akár dátumot is mondhatnék, de a fogalmas így már elfelejtettem. De a tőlük megszokott hihetetlen profizmussal zárjuk le ezt a beszélgetést, úgyhogy szép estét mindenkinek, jó estét, szurkoltak az angoloknak. Lófaszt.